Ettől a ponttól jogosult vagy a Star csoport bónuszra, ami 25%-tól indul és 37%-ig tudod vele növelni a jutalékodat. Ahhoz, hogy megkaphasd a 25%-ot, viszont először kvalifikált Star Agenté kell válnod, aminek nagyon egyszerű feltétele van, hogy legyen 300 pontértékű csoportforgalmad egy adott hónapban, méghozzá úgy, hogy ebből a 300 pontból legalább 100 pont a személyes forgalmad. Ugye itt láthattok néhány példát arra, hogy ezt hogyan lehet teljesíteni, de végül is teljesen mindegy, hogy hogy oszlanak meg a pontértékek a személyes vásárlás és a csoportforgalom között. A lényeg, hogy ebből a 300 pontból minimum 100 pont legyen a személyes pontérték. Persze a legjobb megoldás mindig az, ha te magad személyesen teljesíted a 300 pontot, ugye ebben az esetben soha nem kell majd azt számolgatnod, hogy megvan-e a kvalifikációd. QSA-ként pedig 21%-ról 25%-ra ugrik a bónuszod, és azonnal lehetőséged nyílik arra is, hogy még tovább növeld a százalékaidat. Ehhez pedig nem kell más, mint az, hogy egy munkatársad szintén elérje ugyanezt a szintet. Ha ez megtörténik, és lesz a csapatodban is egy kvalifikált Star Agent, akkor a te jutalékszinted azonnal 25-ről 27%-ra ugrik. Tehát a rendszer azonnal jutalmazta azt, ha fejlődik a hálózatod. Ha egy második munkatársad is eléri a QSA szintet, akkor ismét magasabbra lépsz te is, és a 27-ből 29% lesz. Három QSA vonallal pedig 31%-ra nő a jutalékszinted, és ez már azt is jelenti, hogy eljutottál a DXN marketing tervének második karrier szintjére, és ezen a ponton elérted a Rubin szintet, amivel ismét jár majd egy szép kitűző és egy nagy elismerés. És ugye egyre közelebb a gyémánt szint és a 37%-os jutalék, amihez nem kell más tenni, csak folytatni az eddigieket, és a negyedik QSA vonallal ismét lépni egyet fölfelé, ami már 33%-os bónuszt jelent a számodra. Az ötödik QSA vonallal pedig 35% lesz az elérhető jutalékszinted, és ez az a szint, ahol már egy kis könnyítés is került a rendszerbe. Ugye alaphelyzetben minden hónapban a QSA vonalaid száma szerint kapsz jutalékot. Viszont ha te már 5 Star Agent vonallal rendelkezel, de ebből mondjuk csak 4 kvalifikál, viszont a csoportod forgalma eléri a 2000 pontot, akkor ugyanúgy jogosult vagy a 35%-ra. Sőt, ha 3000 pontot is eléri a csoportod forgalma, akkor abban az esetben is meg fogod kapni a 35%-ot, ha véletlenül egyetlen egy SA vonalat sem kvalifikált. És innen már tényleg csak egy nagyon apró lépésre vagy a gyémánt szintől, ugyanis ha a 6. vonalon is lesz egy Star Agent munkatársad, és megvan az elvárt forgalma is a csoportodnak, akkor elérted a gyémánt szintet, és ezzel együtt a 37%-os bónusz szintet is. Ugye az elvárt forgalom itt azt jelenti, hogy legyen minimum 2500 pont a csoportforgalmad. És erre a 2500 pont csoportforgalomra folyamatosan szükséged lesz a 37%-os gyémánt bónuszhoz, amit a későbbiekben akkor is meg fogsz kapni, ha a 6 Star Agent vonalatból csak 4 minősül. Sőt, a rendszer arra is lehetőséget biztosít, hogy 4-nél kevesebb, akár 0 QSA vonallal is megkaphasd a 37%-os bónuszt, amennyiben a csoportforgalmad eléri az 5000 pontot. És itt természetesen jár neked egy elegáns gyémánt kitűző is, és egy nagy-nagy elismerés a DXN soron következő rendezvényén. Ugye a gyémánt minősülés egy olyan esemény, ami talán mindenki számára az egyik legörömtelibb és legemlékezetesebb pillanat, amikor talán az ember először érzi azt igazán, hogy beérett az addigi munkája. Ide el lehet jutni gyorsan a csatlakozástól akár egy fél év alatt is, vagy mondjuk kényelmesebben körülbelül egy év alatt. De nézzük tovább, hogy milyen lehetőségeink vannak a Star csoport bónuszon túl. A következő bónusz típusunk a fejlesztési bónusz, ami, ahogy a nevében is benne van, a hálózatod fejlesztéséért járó egyfajta folyamatos juttatás. A fejlesztési bónuszt a hálózatodban lévő QSA-k forgalma után fizeti neked a cég. Ha te magad is QSA vagy
magasabb szintű, kvalifikált természetesen, akkor ez a bónusz típus automatikusan jár neked. Méghozzá olyan módon, hogy a rendszer minden első szintű QSA munkatársad csoportforgalma után fizet neked 5% bónuszt. Ezen a dián két első szintű QSA-d van, tehát mindkettő után jár neked az 5% bónusz. Ezen felül pedig a második szintű QSA csoportforgalmából is te fogsz megkapni 4%-ot, a harmadik mélységből 3%-ot, a negyedikből 2%-ot, és az ötödik mélységben található QSA csoportforgalmából pedig 1% lesz a bónuszod. És ezt minden egyes vonalról meg fogod kapni 5 QSA mélységig. És akkor sincs gond, ha mondjuk egy adott vonalon az első QSA az nem a közvetlen munkatársad, hanem valahol a mélységben található. A fejlesztési bónusz szempontjából ő lesz az első szintű QSA, aki után meg fogod kapni az 5%-ot, és ezen a dián a következő QSA már az ötödik mélységben található, de mivel ő a második kvalifikált ezen a vonalon, így utána fogod megkapni a 4%-os bónuszt. És ez így megy tovább lefelé egészen addig, amíg a rendszer talál 5 QSA-t, mindegy, hogy milyen mélységekben, akik után kifizetheti neked a fejlesztési bónuszt. És ez minden vonalon ugyanígy meg fog történni, és ez semmi más nem kell tenned, csak neked is kvalifikálnod kell, vagyis QSA-nak kell lenned. És mielőtt tovább mennénk, egy gyors összefoglaló arról, hogy mire kell nagyon odafigyelned, hogy minden hónapban folyamatosan hozzájuss a bónuszaidhoz. Az első dolog, ha még nem érted el a Star Agent szintet, akkor legyen minimum 100 személyes pontértéked minden hónapban. SA szint felett legyen 300 csoportpontod, amiből minimum 100 pont a személyes pontértéked, aminél persze csak az a tökéletesebb megoldás, ha 300 személyes pontértékkel rendelkezel. És mindezek mellett arra kell még odafigyelned, hogy a 100 személyes pont mellett csak az a forgalom fog beszámítani a kvalifikációdba, ami nem QSA vonalról érkezik. A bónuszaidat meg fogod kapni minden forgalom után, de a kvalifikációba nem számítanak bele a QSA vonalak forgalmai. Ezért is nagyon jó megoldás a 300 személyes pont, mert ebben az esetben mindig biztos lehetsz abban, hogy nem nézted el a kvalifikációdat. Ha erre a három dologra odafigyelsz, akkor igazából nem érhet semmiféle kellemetlen meglepetés, és minden egyes hónapban meg fogod kapni a maximális jutalékodat. A DXM marketing tervének két olyan bónusz típusa is van, amelyeket csak egy alkalommal fizet ki a cég, egyfajta jutalomként egy bizonyos teljesítmény elérésekor. Az egyik ilyen bónusz a mobiltelefon ösztönző, vagy mobiltelefon készpénzjutalom, amit akkor fogsz megkapni, ha rendelkezel 3 olyan közvetlen munkatársal, akik a belépésüktől számítva elérték a 6000 csoportpont forgalmat. Erre nincs semmilyen határidő vagy bármilyen más feltétel, és ha bármikor megtörténik, akkor ez automatikusan 150 eurós egyszeri készpénzjutalmat jelent a számodra. Ezt az összeget a rendes havi bónuszoddal együtt fogja kifizetni a cég, és a nevével ellentétben bármire elkölthető, bármire felhasználható. A következő ilyen egyszeri juttatás neve a készpénzjutalom utazásra, amit szintén automatikusan kifizet majd neked a cég akkor, ha a közvetlen alsó vonalakban lesz 5 olyan munkatársad, akik már megkapták az előzőekben említett mobiltelefon ösztönzőt. Ennek az egyszeri bónusznak az összege 1000 euró, ami szintén a havi rendes jutalékoddal együtt fog érkezni, és ugyanúgy, mint a mobiltelefon ösztönző esetében, ez is bármire felhasználható, bármire elkölthető, nem kell kötelezően utazási célra felhasználni, bár akár egy-egy utazáshoz is jól jöhet költőpénzként, hiszen a bónusz típusok között jutalomutazás is szerepel, ami egy nagyon komoly értéket képviselő bónusz annak ellenére, hogy ezt nem készpénzben, hanem inkább fantasztikus élmények formájában kapod. A jutalomutazás minden évben megrendezésre kerül, és ezeken az utazásokon a kvalifikáltak minden költségét a cég fedezi,
kivéve természetesen ugye a költőpénzt. Az elmúlt években a jutalomutazások célpontjai között volt többek között két alkalommal Malajzia, Dubaj és több földközi tengeri luxushajóút is, tehát igazán komoly értéket képviselő juttatásról van szó. A jutalomutazásoknak külön kvalifikációs rendszere van, a cég minden év végén kihirdeti, hogy milyen következő évi teljesítménnyel lehet bekerülni az utazók közé. A teljesítésnek pedig nem feltétele az üzleti szint, bárki utazhat, aki teljesít, bárki utazhat, aki kvalifikál. Kvalifikálni pedig ugye jó forgalommal lehet, és itt különösen fontos, hogy széles hálózatod legyen, mert a kvalifikációhoz az utazási pontokat az első 5 aktív mélységedből fogja beszámítani a rendszer. Aki esetleg mélyebben elmerülne ennek a részleteiben, az természetesen megtalálja a pontok beszámításának a matematikai képletét a marketingfüzetben vagy a webirodájában. A következő bónusztípusunk a nemzetközi nyereség részesedés, aminek a lényege röviden, hogy a DXN a teljes nemzetközi SV forgalmának a 2%-át elkülöníti, és azt minden hónapban szétosztja a kvalifikált gyémántok között. Ami azt jelenti, hogy ha te kvalifikált DXN gyémánt vagy, akkor nagyon jó hír a számodra, ha például Indiában, Peruban vagy mondjuk Mexikóban növekszik a DXN forgalma, mert ezzel több pénz kerül abba a kalapból, amiből majd te is részesülsz minden hónapban. És ezt a részesedésedet természetesen te magad is növelheted, mert a saját forgalmad nagysága fogja azt meghatározni, hogy mekkora szeletet kapsz ebből a nemzetközi tortából. Természetesen ugye erre is van egy gyönyörű képlet, amely szintén elérhető a marketing terv leírásában, de a lényeg röviden, és valahogy szinte mindig ide fogunk kiukadni, hogy érdemes kvalifikált gyémántnak lenni, lehetőleg széles hálózattal és jó havi forgalommal.